Második évébe lépett a Budapest Airport új adománygyűjtési programja. A terminálokon kihelyezett gyűjtőpersejekből összegyűlt bevétel a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítványt, a WWF Magyarországot és a Magyar Önkéntes Küldő Alapítványt támogatja. A Budapest Airport március 11-én ünnepélyes keretek között adta át az adományt, csak nem 2,5 millió forintot. Igyekeztünk olyan szervezeteket megkeresni, akik valamennyire azért itt a nemzetközi utasforgalomhoz, a nemzetközi működéshez kötődnek. Ugye mindhárom szervezetnek komoly nemzetközi kapcsolatai vannak. A szervezetek képviselői köszönetüket nyilvánították és elmondták, mire fordítják majd az adománygyűjtésből származó bevételt. Itt az adománygyűjtési program során egy nagyon speciális témára kértük az adakozóknak a segítségét és együttműködését. A szimbóluma ennek a programnak a farkas volt, ami ugye Magyarországon őshonos faj, ami elsősorban a túlvadászás miatt eltűnt az országból, és az utóbbi évtizedekben elsősorban a Kárpátok régiójából kezd szépen lassan visszatelepülni, tehát van egy olyan természetes folyamat, amit hogyha segítünk, akkor ismét lehet Magyarországon stabil farkas állomány. Abszolút saját erőből működünk, gyakorlatilag állami támogatást nem kapunk, minden egyes önkéntesnek meg kell teremtenünk azt a forrást, azt a projektet, ahogy ki tud menni és ahol dolgozni tud. Ezért azt, hogy a Budapest Airport egy ilyen lehetőséget biztosított számunkra, ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és hozzájárul az, hogy a továbbiakban is hatékonyan tudjunk működni. Sokat jelent nem csak a konkrét összeget, hanem a szándékot is. Mi a kárpát-medencei rászoruló gyermekekért dolgozunk, elsősorban beteg gyermekek kapnak itt segítséget, és ez az összeg a eddigiekben is és ezután is erre az egészségügyi programra megy. A Budapest Airport a nemes cél érdekében további egy éven át folytatja adománygyűjtési programját.